Míg a tavalyi évben volt egy nyereményjáték a Resti étterem jó voltából, ahol az aranyiskola második A osztálya az egyik legjobb tökfragónak bizonyult. Az egyik külön díjukat egy látogatást a Városházán a napokban zsebelték be. És ezek a másodikos gyerekek, mintha csak egy rutinos frakció tagjai lennének már régóta. Beszélgettek, mikrofont használtak és kérdeztek, válaszoltak, szavaztak. Mondjuk kapásból és egyhangúan, tartózkodás nélkül, rendkívül sok iskolai szünetet szavaztak meg maguknak. Bartendre a polgármester pedig állt a sarat, válaszolt, szót adott, és persze a végén nem győzött köszönetet mondani. A vendégül láttam most az Arany János általános iskola második A osztályát. Ugye tavaly év végén vettek részt a Resti étteremben egy nyereményjátékon, és a legjobb kis tököt faragták, egy tökfaragó verseny volt, és egy külön díjként ugye meginvitáltam őket ide, és hál' Istennek így örömmel jöttek, és kicsit megismerkednek játékos formában az itt zajló munkával. És hát nagyon jól kijön az, hogy egy 7-8 éves gyereknek milyen elképzelése van az itt folyó munkáról, a városról. Hál' Istennek nyitottak voltak, sokat beszéltek, sokat kérdeztek, így nem volt olyan nehéz dolgom, bár azért nyilván voltak olyan kérdések, amik jobban megizzasztottak, mint akár egy-egy közgyűlésen, de tényleg az egész inkább azt mondom, hogy egy játékos ismerkedés volt. Én nagyon örülök annak, hogy partnerek voltak ebben, és hát reményeink szerint lesz folytatás. A gyerekek pedig nem érkeztek üres kézzel, az ötletek és tanácsok mellett egy ajándékot is készítettek az alpolgármesternek. Na meg persze olyan felvetéseik is voltak, amelyek tényleg fontosak. A sportolással kapcsolatban, hogy mikre van lehetőség, hogy tudnak megjelenni a sportszervezetek az egyes iskolákban. Én eddig azt láttam, és az volt a visszajelzés, hogy hál' Istennek ez most már nyitott lett, és a pandémia után ott tudnak lenni, viszont még most is az jött ki, hogy nem minden szervezetről tudnak, és pedig pont a szervezetek is keresik a gyerekeket, diákot, és most az jött ki, hogy nyilván ez egyfajta kapocs is lehet az önkormányzat, sokszor feljön, hogy tudunk segíteni akár egy-egy egyesületet, vagy akár a sportolást. Én azt gondolom, hogy erre most is kaptunk egyfajta választ, és ez biztos, hogy közvetíteni fogom a megfelelő csatornákon. És most ugyanez az élmény a másik oldalról, Anderkó Ivett tolmácsolásában, aki szerint több gyerkőc aludni sem tudott, annyira izgatott volt a látogatás miatt. Ők már alig tudtak aludni, annyira izgatottak voltak, hogy ma végre ide jöhetünk, nagyon várták ezt a napot, és ahogy a hangokból is lehet hallani, nagyon élvezik. Nehéz lesz őket ezek után majd visszavinni az iskolába és beültetni a padba. És vajon mi marad meg bennük? Szerintem a jó kedv az, hogy kipróbálhatták azt, hogy a felnőttek tulajdonképpen mit is tesznek itt nap, mint nap értünk. Érdekes abba belegondolni, hogy egy másodikos kisgyermek vajon mit gondol a felnőttek világáról, vagy éppen arról a munkáról, ami a Városháza falain belül zajlik. Minden esetre kameránk előtt Takács Marcell bátran és örömmel mesélt az itt szerzett tapasztalatairól. És miről beszélgettetek? Arról, hogy sportolunk-e, vagy mit sportolunk, vagy szeretnénk-e sportolni, és ilyeneket. És tudod, hogy ebben a teremben mi szokott történni? Szavazni szoktak, és még beszélgetni. És kik szavaznak, és miről? Arról szavaznak, hogy így építsék az iskolát, vagy ilyenek. És hogy érezted ma itt magad? Nagyon-nagyon jól. A városházi látogatás mindenkinek egy nagy élmény volt. A jövőben biztosan lesznek még ehhez hasonló kezdeményezések.